kongresszusi felülvizsgálat nélkül 14 ezer harckocsi lövedéket adott el Izraelnek az amerikai kormány. A Biden adminisztráció a fegyverkivitel ellenőrzési törvény sürgősségi felhatalmazására hivatkozott. A mostani üzlet állítólag annak az 500 millió dollár értékű, 45 ezer harckocsi lövedéket tartalmazó fegyvercsomagnak a része, amelyre az amerikai elnök a washingtoni törvényhozás jóváhagyását kéri. Izrael hálás az USA-nak az anyagi és a politikai támogatásért, Benjamin Netanyahu miniszterelnök háláját fejezte ki, amiért az Egyesült Államok megvétózta az ENSZ biztonsági tanácsában azt a határozattervezetet, amely azonnali humanitárius tűzszünetet követelt. Nagyra értékelem az Egyesült Államok megfelelő álláspontját a BT-ben. Más országoknak is meg kellene érteniük, hogy lehetetlen egyrészt támogatni a Hamász felszámolását, másrészt pedig annak a háborúnak a befejezését követelni, amelynek a Hamász felszámolása a célja. Izrael folytatni fogja igazságos háborúját, jelentette ki Benjamin Netanyahu. Tűzszünet híján a harcok az egész gázai övezetben folytatódnak. Jelenleg Khan Yunis a legfontosabb célpont a zsidó állam hadserege számára, amely szerint ott rejtőzik a palesztin terrorszervezet gázai vezetője. A Hamász által működtetett egészségügyi minisztérium szerint a palesztin áldozatok száma már túllépte a 17.500-at.